látó heimat, heimat vébész dúzó sön. Köntig, ja köntig, köntig dig wiederum sehen, aber das kann nicht sein, muss in die Welt hinein. Schifflein, oh Schifflein, Schifflein im blauen Flur. I think identity is overrated, you know, I think, like I said, it's limiting. I mean, if you think, you know, that these nation states, you know, the idea that France is, you know, just for the French and Italy is for the Italians and Hungary is for the Hungarians, it's crazy. I mean, it's never been the case, you know, there's always been movement. People have always moved from one country to another, or one part of the world to another part of the world. Ja jestem Polką. Jestem Polką żyjącą na Węgrzech. To, że ja tutaj żyję o wiele, wiele więcej lat niż żyłam w Polsce, dla mnie to nie ma znaczenia. Ja się potrafię utożsamić z Węgrami, to znaczy rozumiem ich i powiedzmy, wydaje mi się, że lepiej sobie daję radę tutaj na Węgrzech, niż dawałabym sobie radę w Polsce, gdybym wróciła z powrotem do Polski. Egyszer egy egyesületi tagunk mondta, hogy engem mindig lenéznek, mert hogy én nem tudok németül. De hát én nem tanulhattam meg németül. Azt mondja, de német vagyok, és büszke vagyok arra, és az identitásomat is őrzöm. Azt mondja, a lányom egyetemre jár, perfekt német. De ő benne már nincs meg az az identitás, hiába próbálom én neki közvetíteni. És azt mondja, hogy az egy dolog, ő most már tud németül, de ő attól még nem lesz német, ha nincs meg az identitása. And to me, what's important in identity is history, you know, is your history. You know, it's important that you know your history, that you know what your parents went through, what your grandparents went through, and try to understand them, because all that somehow subconsciously has gone into your makeup, right? Svaki Mađar misli nešto drugo. Neko misli da smo mi neki Jugoslaveni u ono vrijeme, pa onda došlo je ovaj rat, pa smo napravili raspored da sad smo Hrvati. A ovi ljudi koji su Mađari, oni to ne prate toliko. I nas zove, za Balkance najviše. Ugye a németségről a mai napig nagyon sok sztereotípia van életben, köszönhető ez a történelem tanításnak, ahol a németséget ámblok felelőssé teszik a II. Világháborúért, és minden alkalommal, amikor egy gyerek a történelem órán a II. Világháborút tanulja, akkor mindig bűnös nemzetnek van kikiáltva a németség. Miközben ez így nem igaz, és nem is fogadható el. Da smo osjećali da smo predaleko, kad je bilo zatvoreno, sve granice su bile zatvorene i ljudi su previše se mučili s time da nek mogu stići u svoju domovinu, kad se mi držimo za Hrvata, u svoju domovinu preko granice. Znam da 70. smo išli u svatove, ovamo u Noskovce. To ti je ovako zračna linija tima 4 km. I putali smo od ujutru 5 do uvečera 8. Misli, to ti imaš 15 sati putovanja, a ovako zračno smo na 4 km, dok smo prešli preko granice i preko Drave. Oh, meine liebe Kinder, weil ich von meinem Leben so erzähle, dass
Das ist schwer und sehr traurig. Ich bin aufgewachsen und in meiner Jugendzeit, da war der Zweite Weltkrieg. Da sind wir verschleppt worden nach Russland mit 18 Jahren. Und dann waren wir 3 Jahre dort. Und wusste heute noch niemand, wer oder was das verschuldet hat, dass solche unschuldige Kinder, wo wir ja noch mit 17, 18 Jahren solche Kinder dorthin schleppen. Und das kommt mir so viel mal, jetzt in meiner Elbe, so viel mal in meine Gedanken. Für was oder für wen oder was wir schon verschuldet hatten damals. Die Deutschen sind die und ihre Männer erschossen, puh, und alle Reden haben wir ja nicht kennen. Wir haben ja gar nichts verstanden, Russisch. Nur hat das, haben wir halt gehört, dass sie auf uns böse sind, dass ihre Männer im Krieg sind und wir sind schuld. Wir sind die Deutschen und wir sind schuld. Dann haben wir halt gesagt, wir sind nicht Deutsche, wir sind ja die Ungarn, wir sind ja von Ungarn. Tehát ő ezeket viszonylag könnyen vette. A nagymamám nem. Ő benne volt az az ősi, nemesi tartás, hogy ő megbocsátani nem tudott. Ennek az is lett egyébként a vége, hogy 63 éves korában szívinfarktusban meghalt, mert soha nem tudta megbocsátani azt, ami vele történt. Postoji i ne sme da bude razlika između crnog, žutog, belog, narančastog. Svi smo mi deca Božije i naravno tako teškim i nesretnim ovom prilikom ljudima kako ne bi pomogli. Znači, mi smatramo da ljudima treba pomoći, odnosno ljudima treba dozvoliti i smesti ih tih negde. Viseljük el egymást, éljünk békében egymással. Ez a legfontosabb. És hogyha megértéssel vagyunk egyik a másik felé, akkor, ahogy szoktam mondani, biztos már mondtam. Ez ugyanaz, mint ami a gyerekneveléshez kell. Kellő türelem és humorérzék. Úgyhogy, ha ez nincs, akkor ez lesz belőle, amit nagyon sokszor láttunk. Az pedig nem jó.